Nagy tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket innen Bakta Lóránt házáról. Amint látják, készülődnek a csapatok, megyei elsőosztályú labdarúgó mérkőzésre kerül Sol, itt a Kelet Takarék csoportban. Méghozzá Bakta Lóránt háza VS-e látja vendégül a Sényő Carnifex csapatát. A hazai csapat fekete mezben, fehér nadrágban a vendégek, kék mezben, fekete nadrágban. Elmondanám a két csapat összeállítását. Kezdjük a vendégekkel. 1-essel Szabó Zoltán a kapuban, 4-essel Klepács, 5-essel Olá, 2-essel Fiumei, 3-assal Gégény, 12-essel Prakonkám, 6-ossal Farkas, 13-as Toldi, 14-es Orosz, 11-essel Habúrcsák Bertalan csapat kapitánya, 7-essel Ruska Máté, ez tehát Ember Roland vezetőedző kezdő 11-e. Nézzük a hazai csapatot. A kapuban Marics István 1-essel, 16-os Murgulj, 3-as Lakatos, 4-es Kántor, 5-ös Pálfi, 18-as Sitku, 20-as Balog, 15-össel Rakóczi, 19-essel Miskolci Laci, 9-essel Ráti, 7-essel Marics Gábor, ez Illés László játékos vezetőedző kerete. Érdekesség a két csapat házatájáról annyi, hogy mind a ketten 4 győzelem, 3 döntetlen, 4 vereséggel állnak a csoportban, illetve még annyit lehet elmondani, hogy mind a ketten 15-15 ponttal a bajnokságban, a tabellán, és csak jobb gólkülönbségének köszönhetően 8. a Sényő, 9. a Bakta Lóránt háza, tehát igazi-igazi rangadóra van kilátás. És persze egyet még nem mondtam el, a mérkőzés játékvezetője Veres János, asszisztensek Hegedűs Csaba és Gonet Béla sportársak, sporik. Veres János körbenéz, hogy minden rendben van-e, úgy tűnik, hogy az asszisztensek is a helyükre futottak, és akkor ebben a pillanatban elkezdődik majd ez a mérkőzés. Tehát, ahogy említettem, csak jobb gólkülönbségének köszönheti most azt, hogy 8. a Sényő és 9. a Bakta. Ez változhat, hiszen akármelyik csapat nyer, akár két helyet is előre ugorhat. Hazai támadás rögtön egy kiugratos, sikertelen, kiugratás sikertelen. Hazai kapucs Maris István szedte föl a labdát. Illetve a vendégek kapusa Szabó Zoltán, hogy itt szavam ne keverjem össze. Ismét hazai támadás. Egy lövésig kísérlet Lakatostól. Szabó Zoltán a kapuban teszi le a labdát. Klepács. Sok játékos megfordult azért Nyíregyházán is az utánpótlásban. Fiumei várja a labdát kettessel, de nem kapja, most viszont igen. Egy jónak tűnő csel, befelé mozog. Elég mély a talaj, de hát itt napok óta kapott hideget, meleget ez a pálya. Farkas vezette keresztbe. Klepács, hát a jobb oldalra, ott az árnyékos részen. Aztán egy visszapassz. Egy bedobás, egészen itt alattunk. Fiumei. Farkas. Nem baj,
Olá teszi tovább. Marics Gábor próbált meg rámenni a labdára. Mit, hogyha kezet ért volna. És Tasán Sényűi szabad rúgás. Farkas teszi majd le a labdát. Sikerült talán megszerezni. Igen, a hazaiaknak jó az indítás. Úgy tűnik, egészen messziről csúszik be Farkas Márton. Sikerült a szerelés, de a passz már nem annyira. Most viszont így jó lehet. Hazai támadás. Ráti itt a jobb oldalon, és egy szabálytalanság. Közben Olá Dávid belépője bizonyult szabálytalannak Urgúj Csabával szemben. Hát egy 25-26 méterről nagyon jó szögből szabad rugáshoz jut a hazai csapat az első fél időben. 9. perc végén Lakatos István a labda mögött, de ott látom 20-assal Balogh Pétert is. És Miskolci László természetesen. Sok jó szabadrugást hajtott végre annak idején Laci a Spariban. Na nézzük, kivégzél. Nagyon jó! Jó bizony. Nem sokkal ment fölé. Lakatos lövése. Szabó Zoltán szemmel kísérte, egy picit mozgott csak. A tavalyi harmadik hely után a Sényű csapatának ebben az évben komolyabb reményei, elvárásai voltak, vannak. Hát most ez a nyolcadik hely egyenlőre, bár még hosszú a bajnokság, közben egy rossz beívelés Fiumei részéről, és aztán indul a hazai támadás. Murgúj Csaba cselezi ki magát a kezdőkörből, aztán passzol hátra Marics Istvánnak, aki rögtön teszi tovább. Marics Gábornak ez elég hosszú volt, ki is ment a labda az oldalvonalon túlra, Klepács Krisztián dobja tovább, és jöhet a Sényűi bedobás. Prakonkám igyekezett volna a labdáért, de nem ő kapta. Hátul a labda. Egy jó belépő Haburcsák elől. Egy lökés, ami szabálytalan. Farkas Márton volt ismét szabálytalan. Emlékeim szerint ez már legalább a második, vagy ha nem a harmadik szabálytalanság a Farkasnak, úgyhogy lehet, hogy előbb-utóbb Veres János játékvezető odaszól, hogy és majd, hogy nem ugyanonnan szabadrugás pár perccel ezelőtt, talán egy kicsit jobbra, de lehet, hogy még jobb szög. A Lakatos István a labda mögött, és Miskolci László. No, nézzük. Négy tagú hazai sorfal, és plusz még egy baktai játékos. Lakatos. Ez most nem volt annyira veszélyes, ráadásul középre is ment. Szabó Zoltán kapus próbálja kihámozni a labdát. És jöhet akkor a kirúgás. Az oldalvonalon túlra. Marad a labda a Sényűnél. Hosszan előre. Habócsák sarkalta tovább. Jó a keresztedés Pálfitól. Fiumei Viktor baktat a labdáért. Nézhetjük majd a bedobást. Egyben mozgó ember azon túldobta, és aztán kifejelt labda.
No nézzük, ki marad a labda a Sényőnél. És egyből előre. Volt egy kis lökés. Ezzel viszont meg lehet ott indulni. Középen elviszi a labdát, aztán elesik, igaz, hogy talán nem volt akkor ez a lökés. Sitko Ádám került a gyepre. Óriási lendületben voltak ott többen, és Sitko is. Valószínű kapott egy pici taszajtást. De hát ezt csak akkor látnánk, ha most meg tudnánk nézni a lassítást. Tovább pöccintett labda. Fiumei próbálná kirúgni, még meg lehet tartani, meg is tudja tartani. Ráti befelé, Lakatos, Rakóczi, beívelt labda, vagy belőtt labda inkább, amit kivágnak a Sényői végdők, de aztán Pálfi István nyújtja meg vissza előre, Marics Gábor nem tudott most helyzetbe kerülni, és már is szövegeti a kontrát a Sényő. Nem értik meg egymást ott a játékosok. Prakonkam Ádám fejelte ki az oldalvonalon túra. Jó vagy hosszú bedobás Marics Gábor ott a bal oldalon, és egy keresztezés. Klepács részéről dobhat oldalról a Bakta. Balogh Péter lesz az majd, aki elvégzi a bedobást. Valószínűleg ide az ötös sarkára. Marics Gábor helyezkedik ott, Murgulj Csaba többek között. Na nézzük, mi lesz a választás. Egy kifejelt labda védői részről. Ha jól láttam, Toldi András fejéről hagyta el a alaponalat. Így szöglet. Miskolci Laci végzi majd el, és ezekben biztos, hogy megvan a veszély. Jön is a szöglet, jó csavarodik be, mondom én, de elég rövid volt. Ott már nem tudta Murgulj Csaba elérni, és már is ellentámadást remélne a Sényő, de Veres János megállítja a játékot. A labda mozgott. Ez volt a probléma. És Szabó Zoltán új fent. Egy csúsztatás. Ha Burcsák tette volna maga elé, de már is megvan a szerelés. Miskolci fölnéz. Jó a passz. Jó a passz ide jobb oldalra. Ráti. Keresztező, becsúszó szerelés Klepács részéről, így szabadít fel a Sényő. Egyelőre Baktai mezőny fölény, azért ezt ne felejtsük el. Szabadrugással is fűszerezve, kettővel is. Marad a bedobás. Murgulj Csaba elől sikerült szerelnie Fiumei Viktornak. Marad a labda a Sényőnél, kirúgás. Kántor Ferenc volt nagyon határozott. Megpróbálja a Sényő, úgy tűnik egy picit átvészelni a baktai hazai rohamokat itt az első negyed órában, szabadrugás. Rakóczi Zsolt beszéli meg Veres Jánossal, hogy mi is történt. Jó a szerelés Olá Dávid részéről, Nyíregyházi nevelés szintén.
Rakóczi teszi vissza Miskolcinak, még bent a labda Rakóczi. Próbál befordulni, még ez jó lehetett volna, hogyha ott van időben egy baktai játékos. Így viszont marad a labda a Sényőnél. Ráti reklamál, lehet, hogy joggal. Miskolci. Olán fejelte ki. Miskolci. Csúsztatás. Nem volt túl sikeres most Rátinak. Ez a csúsztatása. Na nézzük. Tud-e a Sényő megindulni? Nem. Egyelőre. Ide-oda pattog a labda. Most viszont Farkas Márton. Egy jó indítás Ruska felé, de úgy tűnik jó a keresztezés. Igen. Pálfi István érkezett időben, és sikerült szerelnie. Marics István végezheti majd el a kirúgást. Gól nélkül itt az első félidőben. És ahogy mondtam, az első félidő első negyed órájának végén járunk 0-0. Egy távolról érkező lökés, ez ugyanaz. Lehet, hogy az első is már szabálytalannak tűnt. Minden esetre Miskolci László végzi el a szabadrúgást. Fölhúzódnak, fölzárkóznak a többiek. Egy szabadrúgás, ismét Klepács méltatlankodik. Lesz-e sárga itt ez a kérdés? Úgy tűnik, hogy nem. Labda Baba, lehet, hogy egy kicsit jobban volt most labda, mint Baba. Egy biztos, hogy Marics Gábor a gyepre került, és most Miskolci lehet a fővállalkozó, de Lakatos ismét ott van, harmadik szabadrugás, most talán abszolút középről. 23-24 méter körülbelül a távolság, szinte középről. Na nézzük! Miskolci megpróbált alatta, jön a duplázás! Murgulj Csaba próbál duplázni, védő lábról pattant ki, jöhet a szöglet. Igen, Miskolci Laci talán azt akart, hogy a védők felugranak és laposan a lábuk alatt. Hazai szöglet, továbbra is gól nélkül, a 16. perc végén járunk első félidőben itt Baktalóránt házán. Miskolci a labda mögött. Nagy mozgás van, befele mozgás, hosszúra jön, jó a fejes! Marics Gábornak sikerült megszabadulni védőjétől, de a kapu fölé fejelte. Középre tartott a labda, talán Szabó tudta volna hárítani. Eléggé hátra mozgásból kellett már, de egyedül volt, az biztos. Marad a gól nélküli mérkőzés, Szabó Zoltán a kapus. Rakóczi fejéről is tovább csúszik. Rakóczi kapja. Lakatos mellette. Marics Gábor. Várta volna itt a jobb oldalt Murgulj Csabától, de már közbeléptek. És a túloldalon Ruska Tamás próbálkozik. Több-kevesebb sikerrel. Egy belépő után fordulhat a kocka Ruska. Beívelt labda középre, itt szabad ember, visszagurított labda, de már lesz. Haburcsák volt lesen. A többi már csak közjáték. Egy pici, mint egy pici fázis. Késésben lett volna most az asszisztens. De lehet, hogy csak én nézem úgy. Kirúgás követően egy szabadrúgás.
Sitku Ádám volt szabálytalan, de megy is már elnézést kérni. Egyéb iránt a szép tavaszias időnek köszönhetően 150 néző, 200 néző, de lehet, hogy annyi nincs itt a baktai pályán. Klepács Krisztián a labda mögött. Farkas kapta, kéri. Meg lehet, majdnem megszerezte bizony Rakóczi, de még így is jó Lakatos. És jó az indulás, Marics. Na nézzük, meg tudja tartani Marics a labdát, Gábor. Csetlik, botlik, de még mindig nála. Kéne egy kis segítség, próbál megint a kapu felé fordulni. Így viszont meg volt a szerelés. Hektikus volt most ez a 15-20 másodperc itt. A vendége kapuja előtt. Csaba, Murgulj. Benne a 16-oson belül. Marics kapura fordul, és Szabó Zoltán. Ott volt a röviden, Miskolci egyből vissza. Szabó hozza egészen ki a 16-os vonalához. Aztán lövi át a túloldalra Lakatos. Droppolja a labdát, de baktai lábon már. A játékszer orosz, jó a csel, Miskolci csapta be, egy visszarántás Lakatos részéről, remek Haburcsák a bal oldalon, teljesen szabadon tehetné be a labdát, ott várta már a csapattársa, de nem érkezett a jó beadás. Így oda a lehetőség Sényői részről, Marics István pedig komótosan készülődhet. A helyezéseket tekintve, ugye említettem már, hogy 9. a Bakta, a Sényű 8., de azonos pontszámmal, a Sényű jobb gólkülönbséggel van a Bakta előtt, úgyhogy itt aki nyer, az mindenképpen pozíciót, helyet nyer. Rakóczi a jobb oldalon próbálná indítani Murgulj Csabát, de nem sok sikerrel, aztán visszakerült hozzá a labda. És most hát a Marics Gábor. Na mi lesz belőle? Visszapattant a lábára a labda. Olá keresztezett. Így kapus kirúgáshoz jut a Sényű. Szabó Zoltán, a Sényűi kapus néz körül. Hogy hosszú vagy éppen legurított kirúgás legyen. A 22. perc kezdődik az első félidőben, gól nélkül, de baktai mezőny fölénnyel egy-egy kontrával próbál a Sényű veszélyeztetni, nem túl sok sikerrel. Toldi. Miskolci lába akasztja meg a támadást. Fiumeinek kell hátrafutni érte, aztán vissza Toldinak. Most pedig az ő lábáról kipattan a labda az oldalvonalon túlra. Miskolci befelé, és építkezhet tovább. Bakta Lakatos teszi hátra. Kántor. Egyelőre passz. Sitko egészen hátra kellett, hogy kanyarodjon, de indul már is Lakatos, de nem ő kapja. Egészen mélyen be a kapu elé. Talán nem értették most meg egymást, úgy, ahogy szerették volna. Marics Gábor nem indult be. A lényeg, hogy Sényűi akció, de egy fault, ha lehet így mondani, Lakatos részéről. Prakon Kamádámmal szemben volt szabálytalan. Nem sikerült ismét csak a Sényűnek megindulni. Ellenben Marics Gábor a bal oldalon húzza, itt nagyon szaporázza bent középen Ráti. Marics, jó a csel, aztán elpattan tőle, de még megszerzi. Letett labda Sitkunak, Sitku lövés. És Szabó Zoltán most lehetne ugye gyorsan váltani. Orosz Máté itt a bal oldalon.
Jónak tűnik a passz, még talán sikerült tovább pöcizni, mondom én, de Kántor Ferenc lába érkezik. És aztán Lakatos, meg kell állítani a játékot. Kántor Ferenc fekszik a gyepen, és már is ápolásra kerül sor. 24. percben járunk gól nélkül az első félidőben. Itt a Kelet-Takarék megye első osztályú labdarúgó bajnokságban, Baktalóránt házán, a Baktalóránt háza Sényő, Carnifex 0-0. A pálya elég sokat szenvedett mostanában az esőzés miatt. Így aztán az IFI meccset nem is itt játszották, kímélvén a gyep minőségét és a pályát. A nagy csapat játszik most itt a bajnokin. Kántor Ferenc baktat le a pályáról, aztán nyilván vissza fog menni. Ahogy így hallom, alattunk Illés László játékos edző kérdezte meg, és már vissza is ment a pályára. Közben a labda visszakerült a Sényő gárdájához, Gégény István kezében. Egy csúsztatás, Haburcsák tette tovább, Orosz, még egy pöci, ott a jó helyzet, egy lövés, és éppen mellé Ruska Tamás érkezett jókor. Na hát ez egy nagyon veszélyes kis kontratámadás volt. 3-4 labdaérintésből a végén Ruska nem jól találta el. Intőjel lehet ez a hazaiak számára, hogy nagyon gyors kontrából, most a Sényő seperc alatt ott volt a hazai a kapuja előtt. Maris István a kirúgással. Haburcsák Orosz Mátétól kapott labdával, aztán Haburcsák bepassza még éppen jól pattan. Fiumei ez, aki rögtön beteszi, de onnan már úgy tűnik, hogy sikerül kihozni. Ráti. Na még egyszer, egy szabad rugás, Fiumei volt szabálytalan Rátival szemben. Miskolci teszi le a labdát. Tizenhatos vonalához kanyarodik Rakóczi. Másodjára megvan, nem volt kéz, Miskolci egyből. Olá fejeli föl a labdát, Rakóczi le, Fiumei jó helyzetben, Rakóczi még rásprintel, és aztán Fiumei fedezi a labdát, jön a bedobás. Orosz elől, Miskolci, még mindig Miskolci, jobbra húz, befelé a 16-oson belül, remekedik, ott a helyzet. Nem történt szabálytalanság Murgulj Csabával szemben. Közben a hazaiak védője Kántor gurítja haza a labdát. Rakóczi csúsztat, de ott nincs Baktai. Toldi András. Olá Dávid. Klepács, vissza Olának, próbál hátul egy picit rendet tenni a Sényő. Fiumei. Toldi. Haza kapujához. És aztán Szabó Zoltán be a kezdőkörbe. Gégény szaporázza. Kint a labda, Ruska igyekezett, hogy segít neki, de addigra már az oldalvonalon túl került a labda.
Hazai dobás továbbra is gól nélkül az első félidőben. Lakatos várná ott a labdát. Ráti felé. Mintha egy picit sokan lettek volna ott körülötte a kékek. És aztán Kántor Ferenc húzta előre. Ráti. Letett labda Murgulj Csabának. Megelőző szerelés. Így viszont fordulhatott volna a történet. De Kántor felszabadítása nem sikerült. Ruska Tamás. Ruska bent a 16-oson belül. Még mindig Ruska. Többet akart. Lehet, hogy egyszerűbb lett volna hamarabb beadni. Így egy szöglethez jut a Sényő. Ember Roland mérgelődik itt, talán joggal. A vendégek mestere Haburcsák, Bertalan megy a szöglet zászlóhoz, jobboldali szöglet. Meg lesz az első gól. A 29. perc végén járunk. Haburcsák szöglete következik, jónak tűnik. Ha jól láttam, Sitku szabadított föl, és Haburcsák dobja be, vagy Gégény. Gégény István várja a labdát. Prakonkám vissza Gégénynek, ő beközépre, Miskolci már is tovább, és indul a hazaiak ellen támadása. Ráti nyújtja előre, jobb helyzetben a Sényői védő. Prakonkám. Gégény egyel tovább. Ruska. Haburcsák. Baktai dobás. Haburcsák lábáról került ki a labda, Balogh Péter kezében. Na nézzük, kit választ. Ez most nem volt egy túl szerencsés, mármint hazai részről. Prakonkán fejelte vissza a fejpárbaj, na még egyszer. Lakatos teszi le. Marics elől elpattan a labda, sikerül felszabadítani, Olá nyújtja meg. És teszi tovább. Ruska. Prakonkám. Klepács. Gégény. Jobb oldalon. És aztán vissza. Közben Olá is visszaérkezik a helyére. Klepács fölhúzódik. Farkas. Talán Farkasnak kéne egy picit a szervezésből többet vállalnia. Ha a Sényői csapatot nézem. Murgulj Csaba nyújtotta meg a lépést, aztán van egy szabálytalanság Olával szemben, de tovább megy a labda. És Rakóczi teszi ki oldalra. Ruska Tamás dobhat. Haburcsák felé, Haburcsákot könnyűszerrel választják a labdától, és most jöhetne előre a hazai akció. Még mindig jó így, egy kis szerencsével. Murgulj. Marics Gábor kapott egy... egy szép pakkot Klepácstól. Nézzük Veres János, hogy intézi el a történteket. Úgy tűnik, nincs sárga lap. Megkérdezi Veres János, hogy kell-e ápolás. De aztán Marics Gábor csak föl kell. Miskolci a labda mögött. Emlékeim szerint lőtt már ilyen távolságból Miskolci gólt.
lehet, hogy éppen a Spari színeiben. Nála ez nem távolság, szoktuk mondani. No, nézzük. Három tagú a sorfal. Megvan a kellő távolság is. És akkor lássuk. Egy ívelést. Csúsztatás, és ott a gól! Későn érkezik Szabó Kapus, és Marics Gábor az első félidő 33. percének végén megszerzi a vezetést. Miskolci Laci ívelte, varázsolta oda a fejére a labdát. Azt hiszem, hogy megérdemelten vezet a Bakta. Marics Gábor. A legjobb kor volt a legjobb helyen. Szabó Kapus elkésett. Ez most egy intőjel továbbra is még a kor a vendégeknek. Fiumei húzva meg. Orosz a bal oldalon. Jöhet-e a válasz? Toldi emelkedett fejesre, hát akár itt lett volna rögtön a válasz. A helyzet megvolt, egy kicsit pontosabban, és teljesen egyedül ugrott Toldi. Nem volt a környékén senki. Marics István most komótosan és gondosan megpucolja, leveri a cipő talpáról, talán egy kis levegőt hagy, itt a gól után is, meg a helyzet után is. Lakatos nyújtja meg. Olá fejjel vissza a kezdőkörbe, Rakóczi, hát mintha talpalás lett volna, de csak lett volna. Rakóczi összjáték. Rakóczi. Jó a csel, most akarta volna. Ráti került a gyepre, de hát marad a labda a Sényőnél. Farkas, Orosz a bal oldalon, Toldi fordul befelé, a csapatkapitánya Habúrcsák, megint csak Farkas, Toldi, térül, fordul, Orosz, kicsit már bonyolultá vált ez a támadás, Farkas, és jön is hátra. Jónak indult, aztán bebonyolódtak a fiúk, de így viszont ezzel a labda átvétellel Prakonkám, lövésre. A kapusnak nem sok dolga maradt, hiszen Habúrcsák kilőtte a teniszpályára a labdát. A félidő vége előtt úgy tűnik, hogy a Sényő megpróbálja egalizálni az egygólos hátrányt. Marics István hazai a kapusa rúgja ki a labdát. 36. perc végén 1-0-ás baktai vezetésnél Miskolci fejjel tovább, csúsztatás Marics Gábor részéről egyelőre a Sényői akció van kialakulóban. Gégény a jobb oldalon Sitku támadta és sikerrel jó a labdaszerzés. Lakatos indítása a bal oldalon, Marics tette vissza. Lesz intenek Marics Gábornak. Illés László játékos edző reklamál, hogy talán ez nem volt Lesz. Pálfi föl a magasba. Miskolci szelidítette meg, Lakatos. Így bizony, jó lehet még a baktai támadás, Ráti. Lakatos, nem tudom, akár lőhette is volna egyből, ott egy kezezést láttam én, és ez teljesen jogos. Ráti kezére pattant a labda, és aztán el is esett. Lakatosnak kellett volna talán ott lőni. Többet akart. Orosz. Habúrcsák. Kántor Ferenc szorításában, ölelésében, úgy elég nehéz volt tovább tenni a labdát.
Prakonkám, ott hagyja. Ruska Tamás érkezik. És akkor nézzük. Még a kapus megzavarhatja, bizony! Marics István. A nap nem igazán zavarja a kapusokat, mert történetesen éppen velünk szembesüt. De eléggé zavaró volt, az biztos. Lehet, hogyha ez jobban a sarokra megy, akkor nagyobb zavart keltett volna. Ráti. Rakóczi. Marics Gábor indul. Rakóczi keveredett bele egy cselezésbe, de marad a labda Miskolcinál. Belőtt labda, vagy beívelt labda, sikerül föl szabadítani. Orosz Máté. Fiumei. Rakóczi próbál visszatámadni. Egyelőre sikerrel, mert nem tudja kihozni a labdát a Sényő. Rakóczi. Most már több segítség oda ment Marics Gábor, és egy szabálytalanság, tehát megvan a labda. Abszolút sikeres labdaszerzés, jó helyről, majd hogy nem kis szöglet. Hazai vezetésnél a 40. percben 1-0, a Bakta javára a 33. percben Marics Gábor fejeserévén. Miskolci szabadrugását követően, és itt az új alkalom, hogy akár növelje előnyét a hazai csapat, Lakatos készülődik majd a szabadrúgáshoz. Jobb oldalról. Pontosan megmutatják neki, hogy honnan kell elvégezni. Na, ezzel nem lesz baj. Jól csavarodhat be, hiszen Lakatos ballábas. Oda hosszúra átlóba. Hát túl hosszú is volt, aztán most Szabó Zoltán baktathat a labdáért. Nincs segítség, aki összeszedné. Picit a Sényű magára engedte itt az első fél idő, első negyed órájában, és abból ebből a szorításból nehezen tudott utána kikerülni. Egy-egy kontrára építeni pedig itt Baktán nem feltétlenül jó dolog. Murgulj Csaba! Akár 2-0 is lehetett volna, itt már Murgulj szabálytalan Olával szemben. Csak egy picit pontosabb a befejezésnél, 2-0-al megy a Bakta előnnyel, maradt így viszont az egy, de van még a fél időből hátra idő. Miskolci egy csel, egy mezvisszarántás, de még mindig Miskolcinál a labda. Rakóczi. Kántor. Lecsúszott a lábáról. A 42. perc. Nem valószínű, hogy lesz hosszabbítás. Fiumei, illetve Farkas Márton került a gyepre. Már el is végzi. Akár bele lehetett volna mozdulni. Nem sokan múlt, hogy Sütkő el nem lopja a labdát. Így jó lehet. Murgulj Csaba, kap egy pakkot Farkastól. Baktai szabadrugás. Rakóczi teszi le. Rakóczi. Jó a hosszúra. Szabó érkezik jól, szedi le a labdát Sitku elől, és már rúgja is ki. A Bulcsáknak ez elérhetetlen. Miskolci. Gyere, Pipo, gyere, jön, mehetsz, Pipo! Mehetsz, Pipo, mehetsz, Pipo, mehetsz, Pipo!
Ráti is ott a labdánál. Aztán egy szabálytalanság Marics részéről. Sényő próbál meg még megindulni. Rakóczi lába alatt elcsúszik a labda, egy oroszhoz kerül. Na nézzük. Legurított labda. Haburcsák. Az ő lába alatt is elcsúszik, így Murgulj Csaba terelgeti, meg is maradt. Olá! Labdaszerzést követően Fiumei. A bal oldalon Toldi, belőtt labda és sikerült még kifejelnie Pálfinak. Lesz-e szöglet? Egészen lent. Haburcsák elől. Sikerül. Gégényig kerül hátra a labda. Prakonkám. Egy védő lába, és itt talán lehet indulni vele. Szabálytalanságot jelzett az asszisztens. Nem történt semmi. Murgulj Csaba botlott el Olá, teszi balra a labdát orosz. Bent középen Prakonkám, aztán balok fejelte tovább. Ruska középre ível, Lakatos, elcsúszik a labda. Orosz lőtte volna, nem is tudom, hogy ez beadás lett volna, vagy kapura lövés, de még mindig nála a labda. Farkas kéri, orosztól kapja. Fiumei, most átengedi picit a terjet a Bakta, Klepács, teniszpálya, ezt tudjuk mondani, új labdát kérünk, mutatja Veres János, és ebben a pillanatban lényegében letelt a rendes játékidő, legalábbis az én órámon. Elképzelhető, hogy egy percet rátesz, hiszen volt ápolás is, ha nem is túl sok. Szerintem Veres János azt várja, hogy játékba kerüljön a labda, és aztán mehetnek a fiúk az öltözőbe. Így is történik, ahogy megjósoltuk, mondjuk így. Kedves nézőink, egy kis pihenővel folytatódik majd a megye első osztályi labdarúgó mérkőzés itt Bakta Loránd házán, Bakta Loránd házi VSS Sényő Carnifex az első félidőben. Marics Gábor fejesével a 33. percben vezet a hazai csapat, vezethetnének több góllal is, Illés Laci tanítványai, de itt a vége felé már veszélyes kontrákat vezetett a Sényő, meglátjuk, hogy Ember Roland mit talál ki. Benne az öltözőben pihenjünk egyet, szuszanjunk egyet, és aztán folytatjuk.